Szép estét kívánok! Országos sztrájk lehet a Tesco-nál, hogyha az áruházlánc vezetősége és a szakszervezetek tárgyalásán nem születik megállapodás a bérekről. A kereskedelmi dolgozók független szakszervezete legalább 25%-os béremeléssel lenne elégedett. A szakszervezet elnökével a miértekről és a hogyan továbbról is beszélgettünk. Az eddigi követelést továbbra is fönntartjuk, 25%-os béremelés, 15%-kal kell növelni az áruházi dolgozók létszámát. Az összlétszámhoz viszonyítva nem lehet a külső munkavállalóknak, alkalmazottaknak, bérmunkásoknak, alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalóknak, diákmunkásoknak a száma nem haladhatja meg a 15%-ot, illetve az munkaeszközökre, munkaruházatra és egyéb eszközökre fordított éves költségnek a 13%-ról 33%-ra emelje meg a munkáltató a mértékét. Ezek a fő követelések. A felek múlt pénteken ültek először tárgyalóasztalhoz. Az egyeztetések ellenére azonban nőtt az esély annak, hogy szeptember elején lebénul a teljes Tesco hálózat. Az áruházláncnál törvényesen létrehozott sztrájkbizottság ugyanis nem fogadta el a multicég által felkínált és septiben kommunikált szeptemberi béremelés lehetőségét, amely 11-17 ezer forintos bruttó többletet kínál a dolgozóknak. Megegyezés tehát nincs, de egyelőre munkabeszüntetés sem volt. A sztrájkbizottság elkezdte az egyeztetést, ezt követően, a tárgyalás követően már akár abban a pillanatban is ez a 7 nap vonatkozásában egy 2 órás figyelmeztető sztrájkot lehet tartani, illetve a 7 nap leteltével meg lehet hirdetni a sztrájkot akármennyi időre. Hogy lesz-e 2 órás figyelmeztetés is, vagy figyelmeztető sztrájk, erre egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem. Azért nem, mert nem szeretnénk az erőinket felaprózni. Mi ezt a követelést nagyon komolyan gondoljuk, a munkavállalók nagyon elszántak, és azt gondolom, hogy stratégiai szempontokból is nagyon fontos az, hogy egységesen és egy olyan szervezett és jól megszervezett sztrájkot tudjunk tartani abban az esetben, hogyha nem tudunk a tárgyalóasztal mellett megegyezni, aminek van kellő hatása a munkáltató irányába. Nyilván a kialakult helyzetnek gazdasági okai vannak. Honnan gondolják azt, hogy a Tesco az önök általi követeléseket teljesíteni tudja? Mi többször elmondtuk, hogy nem csak követelést fogalmaztunk meg, hanem arra is rávilágítottunk, hogy milyen lehetőségek vannak a pénzügyi oldalon. Mi azt mondjuk, hogy a nyilvános mérleg adatok alapján az elmúlt 5 évre alatt duplájára nőtt a veszteségnek a száma, itt a leltárhiányra, a selejtermékeknek a előfordulására gondolok, az azt jelenti, hogy durván az 5 év alatt a dupla összeg az azt jelenti, hogy 12 milliárdról 22 milliárd forintra változott, ami meglátásunk szerint. Feltételezhetően itt van olyan lehetőség, hogy ennek a körülménynek a megvizsgálása, hogy ezen változtatni lehet, és a megtakarított összeget gyakorlatilag másra lehet fordítani. És vannak más olyan területek is, például ilyen azok a menedzseri díjak, stb., amik az anyavállalat irányába történtek leszámlázásra vagy kifizetésre. Ennek a mértéke például az elmúlt évekhez viszonyítva 7,5-8 milliárdról vagy 9 milliárdról fölment 12 milliárdra. Tehát vannak olyan pénzügyi területek, ahol azokat az összegeket, hogyha átcsoportosítja a munkáltató, vagy másképp folytatja a tevékenységét, akkor meg lehet találni a pénzügyi forrását is ezeknek a kiadásoknak. A 200 üzletből 170 üzletnek a dolgozói csatlakoztak a sztrájk felhíváshoz. Amennyiben a sztrájk életbe lép, akkor ebben a 170 üzletben mire lehet számítani? Azt tudom elmondani, hogy nagyon sok, tehát most már ez a szám, ez már módosult, már ettől több a csatlakozó áruházaknak a száma. Azt lehet tudni erről, hogy önmagában az áruházaknak, tehát a telephelyeknek a száma, az nem egy olyan nagy durranás, hogyha ezt lehet így fogalmazni, mert hogyha azt mondom, hogy 200 áruházból 170 áruház csatlakozott a sztrájkhoz, és minden áruházban csak egy ember sztrájkol, akkor annak nincs olyan igazán hatásos ereje, hiszen mondjuk egy mögöttünk is van egy áruház, hogyha ebben az áruházban csak egy ember sztrájkolna, akkor
akkor ez az áruház még ugyanúgy tudna működni. Tehát a jelentősége ennek a 170 áruháznak abból a szempontból van, hogyha az, egy adott áruházhoz viszonyítjuk a létszámot, akkor több, mint a dolgozóknak a fele, és vannak olyan áruházak, ahol a teljes dolgozói létszám támogatja a sztrájkot. Ennek közvetlen következménye lesz az, hogyha ez a helyzet a sztrájk meghirdetés követően, amennyiben erre kerül sor, ez megvalósul, akkor teljes felelősséggel kimerem jelenteni, ha a dolgozók így állnak a sztrájkhoz, akkor azokat az árukat, az áruházakat 100%, hogy be kell zárni. Ez pont egy olyan időszakban lesz, amikor ezek az áruházak igen nagy forgalmat bonyolítanak le, az iskola kezdésre gondolok. Nem véletlen az időpont? Hát azt szokták mondani, hogy nincsenek véletlenek, és a sztrájknak a lehetősége, az pont arra ad lehetőséget, és az biztosítja, hogy olyan gazdasági károkozás kerül megvalósításra a sztrájk következtében, ami törvényes és jogilag minden feltétel adott ehhez, amivel egy olyan kényszerítő eszközként jelenik meg a sztrájk, amivel rá lehet adott esetben kényszeríteni egy munkáltatót arra, hogy kialakult követelésekkel kapcsolatban valamilyen előrelépés legyen. Hát pont ez a sztrájknak a lényege, hiszen hogyha nem lenne benne ez a lehetőség, akkor nem sok értelme volna ennek az egésznek. Hogyha nincsen holnap időpont az egyeztetésre, akkor mi a további lépés? Hát nézze, ha nincs holnapi időpont, akkor föl fogjuk szólítani a munkáltatót arra vonatkozóan, hogy tájékoztasson, hogy mikor tudja fogadni a sztrájkbizottságot, illetve megnézzük azokat a jogi lehetőségeket, ami ilyen esetben rendelkezésre áll. Mindenképpen egy hibát követel a munkáltató, hiszen a sztrájktörvény arról is rendelkezik, hogyha valakinek a hibájából megvalósul tehát az együttműködés elmarad, és az egyeztetést nem lehet megkezdeni, akkor lehetőség van ettől a pillanattól gyakorlatilag a sztrájkot elkezdeni, hiszen nem lehet azt csinálni, hogy van egy megkeresés időpontokkal, és akkor a példánál maradva, most azt mondaná a munkáltató, hogy 2018. december 25-ére vagy 22-ére ad egy időpontot, mondjuk egy év múlva, mert mondhatná ezt, tudom, hogy nem életszerű, de pont azért van, hogy van egy együttműködési kötelezettség, és hogyha valamelyik fél ennek nem tesz eleget, akkor nem megfelelően jár el, és ezek a jogszabályoknak a figyelembevétele mellett azért vannak olyan lehetőségek, amivel ezeket át lehet hidalni. Persze egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert ez fajta időhúzás, de tehát megakadályozni nem tudja. A multiknál ez mennyire általános probléma ma Magyarországon, vagy kifejezetten a Tesco-nál tapasztalható az, hogy ennyire nem becsülik meg a munkavállalókat? Hát nézze, alapvetően, hogyha azt mondjuk, hogy megbecsülni vagy nem becsülni, mit értünk ez alatt? Tehát én azt gondolom, hogy ha rabszolga sorsról beszélünk, nem tudom pontosan idézni, csak a saját szavaimmal fogalmaznám meg, talán Gandhi mondta azt, hogy ha a munkahelyeden ledolgozol egy hónapot, és annyi pénzt kapsz érte, hogy meg tudsz belőle élni, és hogy kifizeted a számláidat, meg a költségeidet, ha ennyi fizetést keresel, akkor te rabszolga vagy. Hát akkor fölteszem a kérdést, hogyha 107 ezer forintot, vagy 130-140 ezer forintot keres egy ember nettóban, akkor ez mennyivel több annál, hogy a kötelező kiadásait tudja fizetni, meg még valamennyi jut élelmiszerre is, és akkor így tud belőle megélni. Tehát ez a helyzet van ma Magyarországon. A KDFS arra törekszik, hogy a legfontosabb az, hogy egy munkavégzés során a hozzáadott értéknek a figyelembevétele mellett kerüljön kialakításra a munkabér, hiszen az nem egy normális folyamat, hogy egyik oldalon a munkavállaló becsülettel elvégzi a munkáját, és olyan alacsony juttatást kap az ő munkájáért, amiből nem tud megélni, és a másik oldalon pedig olyan extra profit jelenik meg, hogy a tulajdonos, vagy a tőkés, vagy a befektető meg milliárdokat tesz zsebre. Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy normális dolog. Én azt gondolom, hogy ebből a nyereségből az a korrekt, hogyha egy tisztességes, az arányoknak természetesen megfelelően történik a visszaosztása, mert az, hogyha nem így történik, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljesen kihasználják az embereket, ami egy gazdasági ellenlehetetlenség.
megbecsületlenüléshez vezet, hiszen nem tud megélni a fizetéséből, ezáltal így fogja kialakítani az életkörülményeit, ilyen lesz az életminősége, tehát hogy öltözik, mit vesz magához, mit eszik, milyen cipőben jár, milyen egyéb dolgai vannak, milyen lakásban lakik, tehát ez teljesen az egész élet folyamatára és az életkörülményeire kihatása van, és ez meghatározza az embernek az életminőségét is, meg azt, hogy meddig fog élni, mert hogyha rosszak a körülmények, akkor feltételezhetően ezek befolyásolják az életteni hatását is az életének. Ez az áruházlánc nem csak Magyarországon működik, a dolgozók mindenhol hasonló problémával szembesülnek, vagy azért ez Európán belül területenként változik? Jó a kérdés, és a kérdésében volt a válasznak egy része, hogy területenként változik. Jellemző az, hogy a volt szocialista országokban, Közép-Európában, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország, tehát mondhatjuk így a V4-ek esetében hasonló problémákkal küzdenek a munkavégzés területén ennél a vállalatnál. Lengyelországban volt már lassító sztrájk, de szlovákoknál és a cseheknél is vannak olyan információink, hogy problémák vannak a bérekkel, meg a létszámmal. Tehát ezen a területen, ebben a régióban ez jellemző. Furcsa módon Angliában, ahonnan a vállalat származik, ott csak egy egyszerű példával illusztrálva a helyzetet, míg Magyarországon például egy munkaidő beosztást mondjuk egy héten belül átírnak azért, mert nincs megfelelő létszám, mert a kollega betegedett és be kell jönni helyette valakinek. Angliában ugyanennél a vállalatnál egy évre előre kiadják a munkaidő beosztást, tehát mutatja az, hogy milyen szervezettség van, hogyha egy munkavállaló 2017. augusztus 18-án mondjuk megkapja a munkaidő beosztását 2018. augusztus 18-áig, tehát egy évre előre tudja az, hogy mikor dolgozik, mikor kell menni neki, mikor van szabadsága, mikor van pihenőnapja. Ez is azért fontos, mert a munkaidő utáni idejét, tehát a szabad idejőnek a tervezhetősége az egy nagyon fontos dolog, és az megint az életteni hatása ezeknek a dolgoknak összefüggésben van. És nem csak az, hogy az ember mondjuk hogy éli meg ezeket a folyamatokat, hanem ha a kapitalista szemmel nézzük, akkor is van egy óriási jelentősége. Tehát az a munkavállaló, aki elégedetlen, aki mentálisan, gyakorlatilag és fizikailag el van fáradva, illetve anyagi problémákkal küzd, az nem tud 100%-osan teljesíteni, hiszen ezek a tényezők, amik ő körbeveszi, ezek a körülményekkel, amivel szembesül, ezek nagyban befolyásolják a teljesítő képességét. Tehát tessék nekem megmondani azt, hogy miért jó egy vállalkozónak, vagy egy ilyen cégnek, hogyha olyan keveset fizet a munkavállalójának, hogy a 8 órás munkavégzés után még másodállásban máshol dolgozik, és mondjuk ez az ember egy 24 órából 14-16 órát dolgozik, nem tudja magát kipihenni, és a következő napon úgy fog jönni dolgozni, hogy el van fáradva, és ez a folyamat ez így megy napról napra, hónapról hónapra és évről évre. Tehát ennek kölcsönhatása van, ezek a dolgok szimbiózusban vannak egymással, és én azt gondolom, hogy ez így ebben a formában nem normális, hiszen meg kell nézni, hogy Nyugat-Európában 13. illetve 14. havi fizetés van, augusztusi szezonban adnak egy plusz egy havi fizetést a vállalkozások azért, hogy el tudjon menni nyaralni a munkavállaló karácsony előtt, hogy az ünnepet jobb körülmények között tudja eltölteni. Tehát azért lehet látni, hogy milyen különbség van ugyanabban az Európában, akik mondjuk Közép-Európában él, meg milyen helyzet van, aki Nyugat-Európában van, és azt mondjuk, hogy Európa az egy egységes, meg hogy egyenlőek, meg egyformák vagyunk ilyen szempontból. Hát a példa is mutatja, hogy óriási különbségek vannak. Szerettük volna megszólaltatni a másik oldalt is. Megkerestük a Tesco-t, de a sajtóosztálytól adásunkig nem érkezett válasz a kérdésekre. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!